A megadott határidőhöz képest késéssel, de végül elfogadta a bukaresti parlament azt a közbeszerzési törvénycsomagot, amelyet egy 2014-es Európai Uniós direktíva tett kötelezővé a tagállamok számára. Az elfogadott törvénynek azonban számos hiányossága van. A késés miatt sürgősségileg bocsátották szavazásra a törvénycsomagot, hiszen ennek hiányában gyakorlatilag nem lehetett az országban közbeszerzést kiírni, az európai alapok felhasználása is elakadt. Nem lehetett közbeszerzési kiírásokat indítani, mert az ezt szabályzó előző törvény április 18-án hatályát veszítette. A mostani törvénycsomagnak április 18-án kellett volna érvénybe lépnie, ez lett volna a kötelezettségünk, sőt az európai alapok felhasználásának alapfeltétele. A végszavazáson az RMDS a tartózkodás mellett döntött. Egyrészt amiatt, hogy nem volt idő részletes vitára a plénumban, másrészt, mert a szövetség több javaslata nem került be az elfogadott szövegbe. Ezek között lényeges előírások is vannak, mondta el Antal István képviselőhíradónknak. Pontosabban szó szerint azt a szöveget, ami úgy szól, hogy a tagállamok tegyenek meg mindent, hogy a közbeszerzési intézmények ne tudják csak a legolcsóbb árral elfogadni a javaslatot, hanem kössék azt minőséghez, környezet és sok mindenhez. Ezt a mondatot nem voltak hajlandók úgy, ahogy a direktíván átvenni, hanem különböző kifogásokat találtak. A képviselő hozzátette, szavazatuk megindoklásakor kifogásaikat a jelenlévő miniszterelnökkel is ismertették, és ígéretet kaptak rá, hogy az alkalmazási normák kidolgozásakor ezeket figyelembe veszik. Elmondta azt is, hogy várhatóan a septemberben elfogadott törvény a gyakorlatból adódóan még módosításokra fog szorulni, és ha lehetőség nyílik, ismét benyújtják a módosítási javaslataikat.